Sziasztok! A mai videóban elkezdek a haul videók felé hajlani. Ebből most elég sok lesz, de gondoltam, hogy nem csinálok egy nagyon hosszút, mert akkor az tényleg nagyon hosszú lenne, tehát ilyen több órás videóról beszélnék. Így egy pár videó keretein belül fogom majd bemutatni, hogy miket szereztem. A maiban pedig a dresslink.com-ról rendeltem egy csomó-csomó cuccot, amik nagyon tetszenek nekem. És akkor kezdjük is az ilyen kiegészítős dolgokkal, amik annyira nem tartoznak a ruhákba. Először is mindenki tudja, hogy neten cipőt vásárolni milyen rizikós, meg mennyire nagy az esélyre, hogy valószínű nem lesz jó rád. És rám ez pont jó lett, nem tudom, hogy hogy csináltam, csak meg se néztem a méreteket, úgyhogy melyik hány centi, csak ráklikkeltem, hogy 38, az tuti jó lesz, és így utólag rájöttem, hogy hát talán mégse. Ez egy ilyen fehér gladiátor szandál, így szokták ezeket hívni. Van belőle az oldalon fehér, fekete, rózsaszín, sárga, meg egy csomó szín, azt hiszem, de nekem a fehér tetszett a legjobban, és van egy kis sarka is. Aztán tudjátok, hogy nem vagyok ezzel a nagy karkötő és ékszer fan, de mostanában megkedveltem őket, és vettem egy ilyen karkötőt, amit hát elvileg nyakláncnak is lehet hordani, de én úgy valószínűleg nem fogom. Rá kell csavarni a csuklótokra, és egy csomó medál van rajta. Ilyen gyöngyök, meg kulcs, meg egy csomó szimbólum, és ilyen csillogó biók is. Az alapja pedig egy rózsaszínes fonott bőr. Ebből a bőrből is több színbe lehet választani. Nekem ezt tetszett a legjobban. A másik karkötő, amit szereztem, ez az ilyen infinity-s karkötő. Szintén bőr és arany színű. Volt ezüst is, erre emlékszem. És pont jó a csuklomra, bár ezt a lötyögő cuccát lehet, hogy le fogom szedni, mert nekem így pont jó, hogyha a legkisebben van. Térjünk át az ilyen táskás dolgokra. A nagyobb táskák azok nagyon meg tudnak fogni, de nem nagyon tudom őket hordani, mert ugye a suliba valószínűleg nem lennének elég erősek, oda ilyen igazi harci táskák kellenek, ugye? És ezért csak női táskákat kerestem, mert a weboldalon ugye nem látod, hogy ez mennyire erős, vagy mennyire tart jól. Egy ilyen két női táskát választottam, amire magatoknak lehet felszerelni ezeket a vállpántokat. Meg ezt is le lehet róla venni, ha valakinek ez a nagy láncos stílus nem jönne be. A belsejében rengeteg zseb van, és mindent így el lehet választani, ami nekem nagyon tetszik. Ja igen, és az alján ilyen kis bogyók vannak, amivel le tudjátok tenni. Választottam egy másik táskát is. Ez egy válltáska és hátitáska is egyben. Így néz ki a válltáska, nem, a hátitáska formája. Na, ezt még egyszer. Ez így néz ki, fekete, ilyen bőrhatású, bár biztos, hogy nem igazi, és annyira aranyos, ez ilyen cirkuszi elefántokon szokott ilyen lenni. Nekem az jutott róla az eszembe, ez ilyen rojt, és meglepően hosszú váll része van, és hogyha ezt a felső dolgot itt kinyitjuk, ha, akkor már is át lehet alakítani ezt váltáskának, csak még ez se állt be nagyon. Szóval ez így néz neki. A belseje pedig nagyon erős. Kár, hogy ezt nem tudom, nem elég nagy sulitáskának, de amúgy használnám ezt. Ebben csak egy ilyen kis oldalzseb van, tehát ez középen egy ilyen nagy, hát nem fekete lyuk, hanem egy nagy bézs lyuk. Az elej pedig mintás, bár nem tudom, akkor a belseje miért nem ilyen mintás. Elindulok a ruhák irányába, innen van három póló pulcsiszerűség, egy szoknya, meg egy zokni. Az első pólót már a bajkeverő.hu-n is kinéztem, de nem volt a méretemben, és ezen az oldalon, a dresslinken megtaláltam. Ez egy ilyen ing, amit hogyha összegombolok, akkor ilyen arany gombok vannak rajta. Ez is S-es, de ez is nagy volt rám, és egy kicsit át lett varva, tehát így a belseje be lett szűkítve egy kicsit, de még így is ez a lötyögős ing hatása van. Van hozzá egy ilyen derékkötő rész, amivel egy kis alakot lehet így magunknak, ilyet nem. Szóval egy ilyen homokóra alakot lehet vele kölcsönözni. Elvileg ennek görögdinnye színe van, legalábbis ezt írták az oldalon, hogy ez a görögdinnye árnyalatú póló, vagy ing, valami ilyesmi. A másik egy pulcsi, aminek azt hittem, hogy vastagabb anyaga lesz, mert a képen úgy nézett ki, de egy abszolút tavaszi,
esetleg késő tavaszi pulóver. Egyébként meglehetősen vékony anyaga van, tehát egy pólónak simán elmenne. Megmutattam a feliratot, szerintem ez annyira kedves, ilyen természetbarát felirat, vagy állatbarát felirat. Körülbelül comb középig ér, tehát egy leggingszel tök jó. És van ilyen kis aranyos kapucnia is, és van zsebe is az oldalán. Fehérbe és feketébe van, én ugye hát a fehéret vettem meg. Nagyon érdekeltek ezek a térdzoknis dolgok, mert tényleg én nagyon szoktam fázni, és mindig a lábam fázik. Úgyhogy egy sima, fekete, nagyon hosszú, épp hogy térd fölé ér zoknit is beszereztem, és ez nagyon vastag, rettenetesen puha. Nem tudom, mit lehet még mondani egy zokniról, szóval zokni. Kinéztem egy pólót magamnak, és annyira meglepetésért, mert úgy volt, hogy zöldet választottam ki, hogy a sárgára ugye jönnek a bogarak, és én azt nem szeretem, bár azt senki se szereti. Ezért gondoltam, hogy akkor zöldet választok, leküzdöm a zöld fóbiám, mert alapjáraton nagyon tetszett ez a felső, és ilyen neon színe van, ennyi rajta a minta egyébként. Ez sem az a passzolós, hanem ez is egy kicsit lazább. Amit látjátok, ez igencsak sárga, nem zöld. És amikor kimentem vele, 2 perc után már tele repkedték, ez ilyen pici muslicák, és hát nem tudom ez, hogy lesz viselve esetleg télen, bár télen kihord ilyen élénk színeket, nem tudom. Ennek is nagyon élénk színe van, most kicsit gyűrött, mert össze volt hajtva, de meglehetősen rövidnek tűnik, de nem az, tehát ez nyúlik nagyon. És hogy fölvéve egyébként, hát nem azt mondom, hogy hosszú, de nem olyan elviselhetetlenül rövid, amiben már kényelmetlenül kellene magunkat érezni, de semmiképpen nem ez a derék szoknya, mert akkor már tényleg rövid, tehát ez egy ilyen csípőre szabott szoknya. Körülbelül ennyi volt, nagyon rég csináltam már hol videót, és kicsit kijöttem így gyakorlatból úgy mutogatni a dolgokat, de remélem, hogy sikerül majd megint belejönnöm, vagy egyáltalán sikerül belejönnöm. És legyen mindenkinek nagyon szép napja, és nem tudom, mikor lesz fönt ez a videó, úgyhogy ha hétvégén, akkor legyen mindenkinek szép hétvégéje, hogyha hétköznap, akkor mindenkinek szép hétköznapja, és köszi szépen, hogy megnéztetek. Sziasztok!